A korábbi másodedző Schmidt Béla segítőjével Morgan Frigyessel vezényli a négyszeres bajnok, négyszeres magyar kupa győztes atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapatának edzéseit a szezon hátralévő részében. A paksi tréner dolgozott Zsoldos András, Sabáli Balázs, Zunics Branislav, Horváth Imre és legutóbb a spanyol Gutiérrez García Enrique segítőjeként. Így felkészülten várta a kinevezést, sőt az ASA utánpótlás együtteseinél is bizonyította már tehetségét. Béla ugye saját nevelési játékos edző. Már fontolgattam, hogy lehet, hogy egy ilyen helyzetbe ki kéne próbálni, hát most itt adódott a lehetőség, és tehát úgy gondolom, hogy amit itt a sok nagy nevű edzőtől eltanult, én úgy gondolom, hogy az ott van benne. Bélát ugye mindenki egy kicsit hallgatagnak, visszafogottnak ismeri, de én bízom benne. Schmidt Béla beugróként már többször meccselt az NB1-es felnőtt mezőnyben. A piros-kékek ezeket az összecsapásokat rendre megnyerték. Legutóbb a Szolnok elleni diadal adott okot örömre, a kinevezést ez is kellőképpen megalapozta. De hátradőlni nem lehet, sorra következnek a komoly bajnok és a Magyar Kupa 4-es döntője. A vezetés céljai nem változtak, a kupában a döntőbe kell jutni, a bajnokságban pedig a legjobb négy közé. Ki erre a hivatásra adja a fejét, az szeretne minél magasabb szintre jutni. Én ugye hosszú ideig az utánpótlásba, illetve a későbbi időszakban sikerült felnőtt csapat mellett is dolgoznom. Hát ami a csapat elkövetkezendő dolgaival kapcsolatban el tudom mondani, szeretnénk bizonyos dolgokon változtatni. A játéknak a védekezés és a támadási részén is, ez nem lesz egy gyors folyamat, nem szeretném elkapkodni, akkurátusan, szépen, fokozatosan szeretném fölépíteni azt, amiben szeretnénk javulni, illetve változásokat elérni. A Magyar Kupa 4-es döntőjére a belépőjegyek már kaphatóak. Elővételben március 11-től munkaidőben az ASEG Gesztenyes úti irodájában és 16 órától a Kúcsató úton található sportos kávézóban. A torna lebonyolításáról bővebben a klub honlapján olvashatnak.